Egy szakmai út egyik állomásaként tett látogatás Sátoraljaújhelybe, ezen belül is a Kossuth Lajos Művelődési Központba, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Népművelők Egyesülete. A program keretében a Közművelődési Intézmény igazgatója kalauzolta a szakmabeli vendégeket. Budainé Bodnár Edit többek között kitért a művelődési ház által szervezett programok bemutatására, de a művelődés szervezők megismerhették az intézményi egységeket, így a színházat, a mozit. Elmondtam az intézmény egységénket, hogy mennyi minden feladatot végzünk, és hogy vendéglátó egységek is tartoznak hozzánk, hogyan tudjuk ezeket a programokba betervezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznos dolgok, hiszen már Isten igazából ebben a nagyon zsúfolt világban nincs is időnk arra, hogy egy-egy megyei vagy országos értekezletre, fórumra elmegyünk. Nem is nagyon hirdették, viszont én magam is egy közösségi felületen, egy csoportban benne vagyok, és amikor például volt a Covid is, akkor onnan tudtuk a különböző éppen aktuális jogszabályokról értesülni. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei Népművelők Egyesülete 1996-ban alakult az Országos Egyesület tagszervezeteként. 2004-től önállóan működik. A vármegye több mint 20 településéről 50-60 fős taglétszámmal tevékenykedik. Tagságát intézményvezetők, művelődés szervezők, népművelők teszik ki. Célja, hogy összefogja a vármegyében közművelődési területen dolgozó szakembereket. Igyekszik lépést tartani a szakmát érintő változásokkal, beépíteni a jó gyakorlatokat. A tanulmányi utak szervezésével pedig új tapasztalatokhoz igyekeznek jutni a művelődés szervezés területén. Nagyon sok haszna van ezeknek a tapasztalatcseréknek, mert megerősítést kapunk abban, hogy igen, nem vagyunk egyedül, máshol is nagyon kreatívak a kollégák, olyan ötleteket lopunk el egymástól, úgy mondva, ami nagyon sokat számít abban, hogy újra tudjuk fogalmazni a közművelődést, a közösségeket. És akár rendezvényszervezésben, akár csoportok építésében mindig találunk valahol ötletet, akár üzemeltetésben is. A találkozó azon túl, hogy betekintést adott a Megyei Népművelők Egyesülete számára a Kossuth Lajos Művelődési Központ működésébe, szakmai konzultációra is teret adott. Ennek során a szakemberek megvitathatták azokat a lehetőségeket, problémákat, melyek az intézményeket, illetve a program szervezést érintik.